szerintem végig kézben tartottuk a mérkőzést. Sajnos ami megint bosszantó volt, hogy az első félidő utolsó pillanatában kaptunk egy gólt, de azért utána kaptunk mi is egy 11-es, tehát, de erre jobban kell figyelni, hogy amikor vezetünk 2-0-ra és 1-2 perc van hátra, akkor jó lenne, hogyha jobban odafigyelnénk arra, hogy ilyenkor ne kapjunk gólt. Igen, egyből elindulok, amikor elrúgom a labdát, hogyha esetleg megfogja a kapus, akkor én jöjjek oda először. Szerencsém volt, be kell vallanom, mert oda pattant elém, de azért annyira nem tudtam örülni neki, mint a második gólnak. De az a lényeg, hogy a csapat nyert 4-1-re. 3 napotok volt a kiesés után, mennyire volt nehéz így fejbe ezt elfelejteni? Nehéz ezt az egészet átvészelni, de nincs más választásunk, muszáj mennünk tovább, úgyhogy tényleg csináljuk. Lehetőség szerint a legjobban, és tényleg az a célunk, ami tavaly is volt, hogy kupát és bajnokságot nyerünk, remélem, hogy sikeresebbek leszünk, mint tavaly voltunk.